akkor mindenkit szeretettel üdvözlök ezen a nyílt mesterszakú délutánján, ez egy hivatalos cím. Én Borsvég Krisztina vagyok az IPI-ben, ami Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet. Az IPI-ben vagyok oktató, pszichológus egyébként a végzettségem, és éppen nem olyan régen adtam a doktori kutatásomat, ami kínai gyerekeknek az akkulturációs gyerekeknek és fiataloknak az akkulturációs folyamatait vizsgáltam. Úgyhogy így tudom kapcsolódni ehhez a távol-keleti témakörhöz. És majd erről Rita fog, Delta Rita, a EMA szakunk, ez a társadalmi befogadás szaknak az egyik hallgatója fog majd nektek beszélni bővebben a szak felépítéséről, hogy milyen tárgyak vannak, hogy kiket várunk erre a szakra, hogy mit lehet kezdeni ezzel a szakkal. Tehát ez lesz a bemutatkozásunknak a második részében, és az első részében pedig én fogok egy rövid szakmai előadást tartani az akkulturáció témájáról. Nagyon sokféle témában kutatunk, mert hogy interdisziplináris a szak, majd erről itt fog többet beszélni, de hogy nem csak pszichológusok vagyunk, hanem van neveléstudomány, szociológia, kulturális antropológia területéről is szakember, aki a hallgatókat tanítja, és úgy van összerakva az egész órarend, a program, hogy sokféle területről, sok nézőpontból nézünk rá arra a kérdésre, hogy mit jelent az, hogy interkulturalitás, különböző kulturális, illetve kisebbségi és többségi csoportokból érkező emberek milyen interakciókban, folyamatokban vesznek részt, ez egy egyéni csoportos szervezeti szinten hogyan néz ki, pedagógiai és pszichológiai aspektusok, de nagyon sok más szociológiai aspektusokat és témákat is vizsgálunk. Most akit nagyon-nagyon dióhéjban próbáltam meg összefoglalni a lényeget, de inkább akkor rá is kanyarodok arra a területre, amivel én is foglalkozom, és ez pedig az akkulturáció, különböző kultúrák találkozásának a kérdésköre témája, és éppen ez a téma most az intézetben is nagyon aktuálisan jelen van, mert van egy hosszú kutatásunk, ami nemzetközi diákok mobilitását vizsgálja. Tehát mi történik akkor, hogyha magyar diákok külföldre mennek, vagy külföldről érkeznek Magyarországra diákok, ők milyen pszichológiai és akár pedagógiai folyamatokat élnek át, mi történik velük. És én is kicsit úgy kapcsolom ez a témához, hogy ebben a kutatásban is benne vagyok, és mint ahogy mondtam is, én a saját kutatásomban, hogy egy kínai gyerekek, milyen nézem ugyanezt, hogy ők ugyan sok esetben, tehát elképzelhető, hogy akár itt is születtek, de ez is egy második generációs csoportnak az akkulturációs folyamata, hiszen a családból hoznak egy kisebbségi kínai kulturális szocializációt, ugyanakkor a többségi társadalomhoz kapcsolódva bele kell nőni úgymond másik kulturális keretbe is, de az is előfordul, hogy valaki egyenesen Kínából érkezik, akár már serdülőként, vagy akár felnőttként, és akkor neki pedig az eredeti szocializációjára épül rá egy másodlagos kultúratanulási folyamat, ami hát nagyon sok izgalmat hordoz. A téma mondjuk egy a ti szempontotokból, és remélem nem volt fegeződünk, a ti szempontotokból úgy onnan lehet érdekes, hogy magyar diákokként is, vagy majd tehát hogy munkavállalóként is manapság már nagyon-nagyon mobilis az ember, és sok felé lehet elutazni, tanulni, dolgozni. Úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy ebben a kis időben erről a témáról beszélek. És hát, hogy megvilágítsd ezt a kérdést, messzebbre kell mennünk, vagyis, hogy mi az, hogy kultúra, tehát mit értünk kultúra fogalma alatt. Erről a témáról egyébként nagyon sokat beszélünk, így a szakon Rita megmondhatója, hogy tréningen, előadáson, szemináriumon, tehát nem nyilván
során rengetegszer előkerül ez a kérdés. És hát maga a kultúra fogalma valójában ténylegesen eléggé komplex és bonyolult, nem véletlenül 1953-ban Kröber és Krukon 161 kultúra fogalmat talál, de ugye azóta is nyilvánvalóan ezek sokasodnak, gazdagodnak, komplexebbé válnak. Tehát nem egyszerű meghatároznunk, hogy mi is ez a kultúra. Olyan kérdések szoktak felmerülni, hogy mennyi ez van, kint van, vagy bent van, olyan értelemben, hogy az a környezet ember alkotta része, ilyen épített kulturális kontextus, vagy amit létrehozunk, irodalom, színház, stb. Vagy pedig valamilyen, ami belül van, tehát emberi interakcióban megszülető közös értelmezési keret. És hát nyilvánvalóan a kettő együtt, ezt is azt is beleérthetjük, hiszen valóban sok mindent létrehozunk, egy kulturális kontextusban születnek meg alkotások, de ezen túlmenően még nagyon-nagyon sok minden a kultúra, ami bennünk van, a gondolkodásunkban, a társas reakcióinkban, érzelmeinkben, tehát millió egy szinten ez megjelenik. Azt is szoktuk mondani, hogy bocsánat, itt nem tudok pontosan jól állni az asztal miatt, mert hogy vagy a kamerának mutatok hátat, vagy pedig de igyekszem. Szóval, hogy amit így ki szoktunk hangsúlyozni, hogy egyrészt a kultúra elsajátítása, az, tehát olyan, ami elsajátítható a kultúra, hagyományozódik, tehát generációkon át adja egy generáció a másiknak, lehetővé teszi az alkalmazkodás, természeti és társadalmi kontextusoknak is variálható. És akkor itt egy ilyen idézetet hoztam, férfiak és nők nem csupán saját magukat jelentik, hanem egy kicsit magukban hordoznak abból a vidékből, ahol születtek, a városból vagy faluból, ahol járni tanultak, azokból a játékokból, amit gyerekként játszottak, a mesékből, amiket hallgattak, az ételekből, amiket ettek, az iskolából, ahol tanultak, a sportokból, melyeket űztek, a költőkből, amiket olvastak, és abból az Istenből, akiben hittek. Ez inkább egy ilyen szocializációs definíció, hiszen arra vonatkozik, hogy mibe születtünk bele, mi az, ami úgy hozzánk jön az életünk folyamán. De hogyha a kulturációról beszélünk, akkor pedig már arról van szó, hogy amiben beleszülettünk, de utána át kell mennünk valami másba, vagy átmegyünk valami másba, és ezt ennek mentén nagyon sok mindenben megváltozunk. Kultúrának van egy úgynevezett jéghegy modell, ezt lehet, hogy van olyan, aki ismeri, esetleg találkoztatott modell. Igen, egyébként többféle metaforát is használunk. A szemüveg metaforát is szoktuk, vagy egy kultúrai, mint fölteszünk egy szemüveget, és szinte észre se veszünk, hogy azon keresztül nézünk, és csak akkor veszük észre, hogy valami nem stimmel, ha levesszük ezt a szemüveget, vagyis átmegyünk egy másik kulturális kontextusba, és akkor hirtelen nem látunk, nem értjük, hogy mi történik körülöttünk. Ez a jéghegy modell pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy nagyon sok mindent értünk, érzékelünk a kultúrából, hogyha elmegyünk valahol máshova, hogy találkozunk más kultúrájú emberekkel, de nagyon sok dolog pedig a jéghegy nem látszó részében van, úgymond, tehát ahogyan a víz eltakarja azt, hogy a jéghegyet, ugye a kultúrát is sok minden eltakarja. Ez a nem tudatos rész, ahol olyasmiket találhatunk, hogy mi az, hogy szépség, mi az, hogy bűn, mi az, hogy barátság, hogyan kell közeledni emberekhez, hogyan kell kommunikálni, mit jelent az, hogy hatalom. Tehát, hogy ezek a fogalmak is árnyalódnak különböző kulturális kontextusokban. Sokféle olyan kulturális dimenzió van, ami mentén össze tudjuk hasonlítani a különböző kultúrákat, és ebben most nem is mennék bele nagyon mélyen, de hoztam nektek egy-egy példát. Az egyik nagyon ismert szerzője kulturális dimenzióknak, de a Hofstede, egy holland kutató, nem tudom, hogy a magyar nevét is, akkor te már hallottál, gondolom, hogy kommunikáció szakon ez előkerült. Mindenképpen igen. Ő szervezeti kultúrakutatása nyomán határozott meg több olyan fontos kulturális dimenziót, amit aztán nem csak szervezetek összehasonlítása kapcsán, hanem akár országok különböző kultúrából érkező emberek összehasonlítása
kapcsán is szokták használni. És olyan dimenziók vannak itt, mint hogy individualizmus, kollektivizmus, maszkulinitás és feminitás, például, ugye ez itt mit jelent, nem arra vonatkozik, hogy mondjuk külsőségekre, úgyhogy lehet, hogy elsőre beugrik, hogy maszkulin, feminin, mondjuk öltözködés vagy viselkedés, és ami kifejezetten a nemiséghez kapcsolódó lenne, hanem ez egy tágabb meghatározása annak, ahogyan gondolunk arra, hogy mi az, hogy férfias kultúra. Itt a relatív hangsúly, a teljesítményen, az önérvényesítésen, az annak nagyon is sikereken van. Tehát az, hogy hogyan teljesítünk a világban, ami ugye sztereotipikusan elég így a férfi szerephez kötődő dolog, hogy férfiként általában teljesítmény az a hagyományos nemi sztereotípiákban nagyon középpontban van, és ugye a nőies oldal pedig a kapcsolatok vagy jól lét, és ugye ezt nevezi ez az elmélet, a feminitás. Na, de mit jelent ez egy kultúrában? Tehát mondjuk egy maszkulin kultúrában a lányok kifejezhetik az érzelmeket, a fiúk nem, mondjuk. Vagy a társadalom rokonszágban az erősek felé irányul. Vagyis az erősek felé, tehát aki teljesít, aki jó, aki a versengésben úgy előre van valamilyen módon. A sikertelenséget a tanulmányokban tragédiaként fogják fel, mert ugye az a kérdés, hogy mennyi vagy sikeres, mennyire tudsz teljesíteni, tehát az a fajta beszédmond, ami úgy különíti el a jó meg a rossz diákot, hogy ugye milyen jó tanuló, hogy tanuló, hányas kapott, mennyire szorgalmas. De közben az embereknek azért van egy emberi dimenziója is, tehát például tanárként előtérbe helyezhetjük azt, hogy milyen az ő személyiségfejlődése már, mint a diáknak, hogy emberileg hogyan viszonyul másokhoz. Ettől is lehet valaki jó vagy rossz diák. Tehát van olyan kontextus, ahol ez a kapcsolatok, az, hogy hogyan viszonyul másokhoz az emberi minőség, kicsit jobban fókuszban van. Mondjuk ilyen helyeken nem a sikerben mérik az embereket annyira olyan szinten, nem a teljesítményben. Természetesen az is jelen van, hanem az van a fókuszban. A társadalom rokon szemben inkább tud a gyengék felé is odafordulni. Ugye mit jelent ez, hogyha majd a nemzetközi diákok akkulturációjáról fogok beszélni, ugye mit jelenthet ez egy ilyen akkulturatív kontextusban, hogy ha valaki nagyon hozzá van szokva ahhoz, hogy a tanárok nem feltétlenül a sikert, a versengést, ezt a teljesítményt helyezik középpontba, mert ő egy kicsit femininek kultúrából jön, akkor lehet, hogy elsőre neki olyan mégis lesz, hogy fúj, nagyon össze kell kapnom magam, de lehet, hogy először ezt nem is tudatosítja feltétlenül, csak érzi, hogy szorosabb a közeg és stresszesebb. Individualizmus, kollektivizmus, csak felvillantok nektek néhány képet, ami egyszer egy Jan Lili nevű, azt hiszem, hát régebben Berlinben élt, most nem tudom, hogy hol él, Németországban élő, de egyébként kínai fotoművész, dizájnernek a munkája, aki megpróbálta a német és a kínai kultúrát egy vizuális képben megmutatni. Ami az individualizmus, kollektivizmus valahol arra vonatkozik, hogy mennyire helyezzük az egyént, vagy a csoportot, a kollektív, tehát a közösséget a középpontba az életünkben, és hogy ez társadalmi szinten jelenik meg, vagy ilyen kulturális különbség lehetnek egy hatalmi távolság, hogy azoknak, akiknek hatalmuk van, pozíciójukból kifolyólag, valójában mennyi hatalmat adunk, tehát hogy lehet, hogy ha valaki a főnököm, akkor nagyon címzetes, körmondatos megszólításokat kell alkalmaznom, nagyon kell őt tisztelnem, lehet, hogy akár nem is mentek a közelébe, nem szólíthatom meg, én nem tehetek fel neki kérdést, csak akkor beszélhetek vele. Mondjuk, ha ő tett fel nekem kérdést, egy nagyon-nagyon hierarchikus kultúrákban, nagyhatalmi távolságban bíró kultúrákban, ez jellemző lehet, mondjuk például egy sok ázsiai, a kelet-ázsiai kultúrában is ez megjelenik. De magánból a hatalmi távolság, ahogy így lehet látni, hogy a főnök az, igen, neki az a titulusa, de valójában az az egyenlőség eszme, vagy hogy nem távolodunk el hatalmilag olyan egymástól, az megmarad, akkor is, hogyha ő főnöki pozícióban van, és persze vannak felelősségei, de hogy nem kell akkor a tiszteletet kapni a feltétlenül, mint minden interakcióban, és hát ez furcsa lehet, mondjuk egy diákként is,
belegondoltuk, hogy sokszor ezt tapasztalják az oktatók is, hogy az angol száz kultúrákban ez a hi professzor, meg hello band professzor, tehát hogy az ilyen jellegű, hogy egy keresztnéven szólítunk egy tanárt, vagy nem, hogyha nagyon egy magyar kontextusban is van az a magázódás, tegeződés. Tehát, hogy mi ismerjük ezt talán jobban, de van, ahol nincs meg annyira ennek a különbségtétel a nyelvszerűen. Na, és akkor át is eveznénk az akkulturáció folyamataira, csak néhány ilyen kulturális különbséget próbáltam behozni, de nyilván számos van, és ti is biztosan már sok ilyet tapasztaltatok meg minden napok során. Tehát, hogy ezekről most nem tudunk beszélni, de majd nézzük, hogy mi az az akkulturáció. Ha definíció szerint nézzük, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy ez egy kulturális kontaktus, két vagy több kulturális csoport és ennek tagjai közötti kontaktusról elégkül népleidő kulturális és pszichológiai változások folyamata. A pszichológiai változásokat egy viselkedéses szinten is megtapasztalhatja az egyén, aki elmegy valahova máshova. Tehát máshogyan kell egyszer csak viselkednie. Az emóciói érzések szintjén is megtapasztal változásokat, a kogníciót, a gondolkodás szintjén is. Szia! Egy másik volt hallgató. És hát nagyon gyakran ez a szakkulturációs folyamat például a nemzetközi diákoknál értelemszerűen megtapasztalható, és egy-két kutatási idézetet fogok majd hozni, az is tőlük fog majd származni, mert most őket kutatjuk egy nagyobb projekt keretében. A nemzetközi diák az a szakirodalomban úgynevezett sojourner, vagyis külföldre utazó személy, aki bizonyos céllal, de konkrét előre meghatározott ideig van valahol, egy átmeneti időszaka, egyébként az expatok, a diplomaták is ilyen sojournerök. Egészen más folyamatok jellemzőek rájuk, mint egy olyan valakire, aki tervezi is, hogy ott marad. Tehát egy bevándorló, vagy egy menekült személy, menekült státuszú személy. Mindenképpen egy nemzetközi diák, vagy valamilyen módon változásokat fog tapasztalni kulturális szinten is, aztán ez az identitására is nagy mértékben, vagy kis mértékben hatni fog. Valamilyen féleképpen mindenképpen alakul a személy. Hogyan néz ki ez a változási folyamat, hogy belemerülök egy másik kultúrába? Egy nagyon korai megnevezés Obertől származik, aki még kulturális soknak hívta ezt a folyamatot. Foglalkozási betegség, amitől azok szenvednek, akik hirtelen belemerülnek a sajátjukétól nagyon eltérő kultúrába. Most már nem szoktuk kulturális soknak hívni, bár a köznyelven egyébként megjelenik, hanem egy kicsit filmakban úgy nevezzük, hogy akkulturatív stressz, mert hogy hát igen, ez a sok, van, aki úgy éri meg, hogy tényleg a hidegvíz lógrana, és sokként, úristen, nagyon-nagyon nehéz, de természetesen lehet egy enyhébb átmeneti folyamat is ez, illetve hát azért sem használjuk már ezt a sok kifejezést, mert a pszichológia szeret úgy megnevezni fogalmakat, amelyekben nem viszik el esetleg egy negatív értékelés felé magát a terminus, vagy magát a jelenséget, és hát a sokkal egyértelműen negatív. Négy fázis határozott meg Obert, hogy ez a nászút, az ellenségesség, alkalmazkodás, felépülés, hogy mit is jelent ez. Ugye ezen a bizonyos U-modellen is, úgynevezett U-modellen is láthatjátok, hogy az első, ez a nászút, amikor megérkezünk valahol, már lehet, hogy egy nemzetközi diák jelölt, mert nagyon vártuk, készülünk rá, az mondjuk, hogy hú, de fantasztikus lesz, és tényleg odaérkezünk mondjuk egy külföldi országba, és nagyon sok újdonság fogad minket, új hely, új barátok, új dolgokat fogok tanulni, tehát hogy van ennek egy ilyen eufóriája, ami aztán könnyen átcsaphat a realitás felismerésében, hogy itt minden nagyon más, nem igazán tudom, hogy kihez forduljak, de még nincsenek kapcsolatok, tehát ez az újdonság nagyon más, ez is megjelenik sokszor,
Illetve, ami még elő szokott fordulni, az az, hogy a sok mindent ugye hátra hagyni. Honvágy, olyan kapcsolatok, amelyek fontosak, tehát azokon a tréningeken, amiket egyébként szoktunk tartani, tehát külföldön menő diákoknak sokszor felmerül, hogy nagyon fontos párkapcsolatom, és nagyon félek, hogy mi lesz, ha kimegyek. Ugye ez már itt, ebben a szakaszban, hogy itt megjelenik mondjuk a hiánya egy fontos személynek esetleg. Vagy ugye abból adódóan, hogy olyan felelősségeket kell megtapasztalni, amiket a személy nagyon nem tett meg. Tehát, hogyha például amúgy együtt lehet a szüleivel korábban, és ott kezd el egy önálló életet, akkor az nehéz, ő magyar kontextusban is nehéz lenne, hogy hú, ki kell mosni a ruhámat, és vásárolni kell, és úristen, mit fogok csinálni, mert ha kell fizetni a lakbért, ugye ez hatványozottan jelenik meg egy másik kulturális kontextusban, hiszen azt sem tudom, hol a posta, azt sem tudom, hogy itt nem tudom, kihez fordulhatok segítségét, hogyha valami gondom van, tehát hogy van egy ilyen magára hagyatottság kérdéskör is, és emellett természetesen a kulturális kérdések is, amire még külön ki fogok térni, de hát természetesen azért nem marad így az ember, elindul felfelé ez az ív, és általában ugye el is ér egy beilleszkedés, tehát egy pozitív, vagy jól alkalmazkodó, jó adaptív fázist. Kutatások néha viccesen ugye felhívják arra a figyelmet, hogy ez sokszor 3-4-5 hónap, mondjuk a belegondolunk egy Erasmus, egy rövid Erasmus út, az lehet, hogy pont annyi, mire már megszoktam, mehetek is vissza, de ettől függetlenül természetesen ez egy nagyon jó tanulási folyamat lehet, de hogy ugye nem feltétlenül zöggenőmentes. Ami még nagyon érdekes, hogy az ember azt gondolná, hogyha visszajövök abba a kulturális kontextusba, amit ismerek, tehát az a hazatérek magyar példánál Budapestre, hogyha ki az eltérő megy ki, azt gondolnánk, hogy hol akkor megint minden visszaszokja a helyére, és itt már tudni fogom, hogy mi a dolgom, mi a helyen vagyok, de nem mindig, ezt nevezik ez a W modellnek, amikor az ember hazajön, ugye már épp, hogy honeymoon, megszokta, problémái vannak, elkezd alkalmazkodni, ó, vissza kell jönni, és akkor ez az úgynevezett visszailleszkedési kulturális sok. Egyébként ezt olyanoktól is lehet hallani, akik mondjuk ilyen több hónapra már ilyen világkörüli útszerű, vagy ez a tehát önfelfedező útra, hónapokra, és akkor ők is hasonló dolgokról számolnak, hogy visszajövök, és így jaj, nem is tudom, hogy mi van, nem tudom megszokni, nagyon nehéz. Mert ugye az történt, hogy ez alatt az időszak alatt, amíg valaki máshol volt, már egy picit átalakult az identitása, egy picit átalakultak a szokásai, az is lehet, hogy az értékrendje is átalakult, tehát hogy nagyon sok változásban volt rész. Tehát valóban megtörtént egy akkulturációs, adaptációs folyamat, és aztán, hogy visszatéreljen erre, hogy itt, nem tudom, nem úgy bánnak egymással az emberek, ami elsőre furcsa volt megszokni, de aztán rájött arra, hogy tényleg ez mégiscsak jobb, és akkor megint visszaszokni abba, hogy itt nem más. Ja, sokan azt is mondják, hogy hát vannak ilyen modellek, amik arra hívják fel a figyelmet, hogy ugye az elején nincs feltétlenül az a honeymoon, ez a mászutas szakasz, tehát ugye rögtön viszonylag lentről kezdődik ez a folyamat, ez akkor szokott megtörténni, hogy például nagyon nagy a kulturális távolság, és ez a fajta öröm vagy eufória, mert ugye rögtön az elején nagyon lecsukkod, mert hirtelen átkerülök egy olyan helyre, amiről tényleg abszolút azt érzem, hogy egy másik bolygón vagyok, és akkor ugye ez a honeymoon dolog nem annyira releváns, hanem inkább úgy lentről kezd el építkezni a személy, és a kultúra tanulás folyamatában lassan felépíti azt, hogy itt mit is kell csinálni, és utána lehet megérteni azt, hogy a többiek hozzám reagálnak, illetve én másokra reagálok. A kulturális sok, vagy a kulturális stressz esetében
Persze fontos kérdés az, hogy mik ezek a stresszorok, ez az úgy a kulturatív stresszorok. Rögtön meg kell tanulnunk azt, hogy a maga a stressz az, bár sokszor egy ilyen negatív dologként gondolunk rá, hogy mint egy az embernek az, hogy hát stressz, hát nem akarok stresszes lenni, az olyan nagyon rossz dolog, de hogy egyébként a pszichológia megkülönbözteti az EU stressz, meg a LIS stressz fogalmát, tehát van az úgynevezett jó stressz is. Ez alatt azt értjük igazából, hogy mindannyiunknak szüksége van ingerekre a külvilágból, tehát anélkül olyanok lenne, mint a tengeri borkák, semmi nem történik, nincs inger, csak így. Tehát ez a nem tudunk hova kötődni, nincs stimulus, nincsen kihívás, tehát valamennyire szükségünk van, ugye nem túl sokra, mert a túl sok az már a túl megterhelő, az már kihívást jelent a személy számára. Hogy mi az, ami túl megterhelő, tehát ezzel foglalkozunk, mondjuk az egészségpszichológia akár, vagy a pozitív pszichológiában is megjelentek ezek a kérdések, hogy mi az, amit már stresszesnek értékelünk, de meg lehet vizsgálni Holmes és Rének ezt a stressz skáláját is, akik 60-as években megpróbálták skálázni azt, hogy benne a különböző események az életünkben milyen stressz faktorként jelennek meg, hogy egy pici betűkkel van szedve, de hogyha elolvassátok, akkor láthatjátok, hogy mondjuk az is egy stressz pontszámot hozhat, hogy mondjuk karácsony van, tehát ez már rögtön egy 12 pontot belőttek Holmes és Rhea. Tehát nyilvánvalóan, hogyha egy 1-től 100-as skálán nézzük, akkor egy fontos személynek az elvesztése, haláleset az 700 pontot ér ezen a skálán, de hát sok minden okoz stresszt, akár a házasság, vagy nyugdíjba menetel, költözés, akár az is, hogy vakációra megyünk, mert ugye ott is nagyon sok újdonsággal és idegesítő dologgal kell szembesülnünk, mert amilyen a kaja, vagy nem jó a szállodai szobánk, vagy furcsán nézett ránk a taxisofőr, tehát hogy ezek még megjelenhetnek stresszként. És Holmes és Rhea azt próbálták meg összeszámolni, hogy mi az a stressz szint, ami már betegséghez vezet, tehát hogy ők tehát ezt kísérletileg vizsgálták, hogy sok embernek kitöltették azt, hogy milyen változásokon mennek keresztül, és aztán egy longitudinális, tehát hogy egy követéses vizsgálatnál azt is nézték, hogy vajon kinél milyen nagyobb valószínűsége annak, hogy kialakul betegség náluk. De hogy ők még nem feltétlenül hogy az akkulturáció témakörön belül nézelődtek, de hogy használjuk ezt a modellt arra, hogy megértsük, hogy miért is olyan nehéz ez az akkulturációs folyamat, mert hogy ez egy ilyen általános túlterhelődést jelent, tehát hogy tényleg gondoljatok bele, elmegy valaki máshova ott gyakorlatilag az időjárástól elkezdve a lakhatáson át, a baráti kapcsolatokon keresztül, de minden megváltozik, tehát egy általános túlterhelítődésről van szó. Így az akkulturatív stressz fordásainak a fő kategóriáit a biológiai, fizikai, funkcionális, tehát a funkcionális alatt azt értjük, hogy tudom-e, hol kell ételt venni, be tudom-e, van-e lakhatásom, tudom-e, hogy honnan kell vízvezetésszerelőt hívni, hogyha valahol akarok menni, mondjuk egy mozgóba tudom, hogy hova kell elmenni, de tanulmányoknál is, ugye, hogy vannak a vizsgák, mit jelent az, hogy nem tudom, milyen szeminárium, vagy olyan szeminárium, tehát nagyon sok ilyen kis információ van, ami először hát kínzó tud lenni a hiánya, hogy hát nem tudom, hogy kell itt bejelentkezni erre a túlra, tehát ugye ez is egy funkcionális kérdés akár. És persze a társas és kulturális kérdéskörök. Én nem hoztam most példákat, tehát főleg a kulturális aspektusokról, mert hogy a kulturális különbségekről beszéltem még a legelején. Itt ez a magyar diák, aki az interjús kutatásomban részt vett, tehát gyakorlatilag azt mondja el, hogy önmagában az új közeg
ez az új intézményi kultúra, amiben ő benne volt, az már számára megterhelő élményt jelentett. Tehát új program, egy új közel, mindenki ismeretlen magának az intézménynek, ahol tanulok, és megvan egy nagyon erős saját kultúrája, ami szintén nagyon új. Ez így eléggé nehéz volt, úgyhogy eléggé nehezen vitkozta meg ezzel. De hogy nézzük egy konkrétabbat, kommunikációs különbséget. Az első év borzalmas volt. Nem értettem, hogy a tanárok, meg a többi diák miért noszogattak, hogy beszéljek, miért ott volna időm gondolkodni. Nagyon össze voltam zavarodva, le voltam sokkolva, úgy éreztem a képességeim nem olyan jó, mint a többi diáké. Gondolkodási időre van szükségem, nem akarok valamit mondani, mielőtt végig nem gondolom, így lettem nevelve. De most már lassan alkalmazkodom a magyar kommunikációhoz, ez egy japán nőnek a tehát interjúban elhangzott vélemény arról, hogy úgy hogyan illeszkedett be a magyar oktatási rendszerbe. Ez, hogy a kommunikációs különbségek nagyon-nagyon fontosak, és nagyon kínzóak is tudnak lenni egy személyes szubjektív élmény szintjén, hiszen ő azáltal, hogy egyszerűen csak a megszólalásnak a ritmusa, ahogyan behozom az én véleményemet egy társas közegbe, ugye ez nála másként jelent meg, de ugye ebből ő azt szűrte el, mivel nem tudott úgy megnyilvánulni, ahogyan szeretett volna, hogy nem elég okos, nem elég, de azt mondja, hogy a képességei nem olyan jók, mint a többi diáké. Holott valószínűleg jók voltak a képességei, csak a kommunikáció módja az lehetett más, ugye ez sokszor egy korábbi kutatásban amerikai és magyar diákok összehasonlításánál ugye azt találtál szerintem és kollégák, hogy az amerikai kommunikáció például asszertíva, mint magyar diákoknál inkább megjelenik az, mint amit itt a japán hölgy nevez meg, hogy visszafogom addig a mondandómat, amíg nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy jó lesz-e az, amit mondok. Ez kicsit ez a maximalizmusra törekvés, amiben benne van a maszkulinitás kultúrája is Magyarország. Ha emlékeztek, hogy a sikeresség vagy a siker a verseny teljesítmény mennyire fontos, Magyarország elég maszkulin ilyen szempontból, tehát fontos az, hogy teljesítesz, hogy jónak kell lenni, hogy nem szabad kibázni, mert teljesítmény elő van, tehát egy ilyen fajta maximizmus az jelen van, és ez azt okozza, hogy a diákok sokszor nem mernek megszólalni. Még mondjuk az amerikai diákok arról számolnak be, ugye azt láthatjuk kutatásokból, hogy kevésbé jelenik meg az, hogy csak akkor beszélhetsz, hogyha már tökéletesen tudod a választ, hanem ugye azt értékelik, hogy aktív vagy, hogy beleszólsz, hogy próbálkozol, hogy van véleményed. Ugye, ha esetleg nem jó, akkor jó, újra fogalmazod, átgondolod, de már annak is például értéke van, hogy elmondtad, tehát hogy nem, és hogy gyorsan reagáltál, tehát ugye nem nincs szükség annyi időre, mint itt esetleg, hogy a japán nő, mondjuk egy magyar-japán összehasonlításban, neki ez még így is túl nagy gyorsaságot igényelt, és még több ilyen kontemplatív, tehát hogy átgondoló időre lett volna szüksége. Az emberi interakcióban is megjelenhet nyilvánvalóan a kulturális különbség. Egy ekvadori hallgató mesterképzésből ugye arról számol be, hogy a barátságosság, az, hogy ez a könyvismerkedés, ez mennyire nem volt jellemző az ő tapasztalatai szerint a magyarokra, legalábbis hozzá képest. Szerintem a legnehezebb az volt, hogy nekem, hogy megértsem a kultúrát, azt hittem, hogy mindenki olyan, mint az ekvadorian, ez egy ilyen első, amikor bemegyünk egy ügykotere, vagy ilyen első téves attribúció, hogy hát biztos őnek is hasonlóan jár az olyan, mint az enyém. Szóval barátságos vagyok, és könnyen ismerkedek, és mindenki biztos ilyen. Ekvádorban gyorsan élünk, és minden meg gyorsan, kapcsolatban és barátságban, de itt különösen a magyaroknak sokkal több időbe telik, amíg kialakul a bizalom, időnk kell az, hogy valami kialakuljon, tehát hogy ugye a kapcsolatoknak az ideje vagy alakulása. Vagy ugye itt szintén ez a maszkulinitás dimenzióhoz kapcsolódik, hogy a versengés vagy a teljesítménynek a központba helyezése. Attól fél kényelmes, hogy mustábbá válok, miután több évig voltam itt Magyarországon,
mivel az életstílusuk nagyon nyugodt, lazán, de Kínában sok versengés vár rám, nem lehetek lusta. A Kínában nagyon, tehát van egy gyors életritmus, egy ilyen teljesít, tehát nagyon gyorsan, pörgősen csinálnak nagyon sok minden dolgot. Én nem olyan régen voltam, és akkor éppen a metrón mentünk, és akkor mondta ott egy ilyen helyi egy oktató, aki ott volt a konferencián, én kérdeztem, hogy mikor épült a metró, meg egyáltalán hogyan alakult a város, és akkor persze neveztem ott, hogy jó, itt nem tudom, pár éve még nem volt, de eldöntötték, hogy legyen metró, és akkor rögtön lett három kapnak, tehát ugye gyorsan felépítik, nyilván meg volt számunk is, de hogy ez a versengés, a gyorsasága, a fejlődésnek az valahogyan benne van a kultúrában, tehát hogy hát jelen kell lenni, ugye nagyon sokan is vannak, és hogy emiatt is kialakul egy verseny, hiszen teljesíteni kell ahhoz, hogy ki tudják tűnni a tömegből. És hát persze egy nagyon nagy kérdés az, hogy az interkulturális adaptáció folyamatában hogyan is tud beilleszkedni a személy, amikor ennyi nehézséggel szembesül. Itt kétféle fogalmat emelnék ki, ez a pszichológiai adaptáció és a szociokulturális adaptáció. Az egyik az arra vonatkozik, hogy érzelmileg, pszichológiai tényezők szempontjából hogyan tudok jelen lenni ebben az adott, az új kulturális kontextusban. A másik, a szociokulturális adaptáció pedig inkább egy ilyen funkcionális társas kapcsolatokban megjelenő beilleszkedés, társas viszonyokban való ilyen fitség, beilleszkedés, adaptáció, ezzel két irány van a kutatásokban annak, hogy ezt próbálják megnézni, hogy milyen tényezők számítanak. Nagyon részletesen most nem tudok erre kitérni, de amit itt kiemelnék, az nyilván, hogy a társas támogatás nagyon-nagyon fontos, és ez kitűnik az interjúból is egyértelműen. Illetve ez hogy az értékek és szokások mások, emlékeztek, akkor ugye említettem, hogy az elején, amikor belekerülünk egy új kultúrába, akkor van egy ilyen elképzelés, hogy hát ő biztos hasonló, hogy nem úgy gondolkodik, mint én, ugye ez teljesen természetes, automatikus, és ezen változtatni csak egy hosszabb folyamaton keresztül lehet, tehát ugye meg kell figyelnünk ezeket a különbségeket, elismernünk a különbségeket, hogy tényleg nem olyan, de akkor milyen, tehát egy ilyen ismerőség is előbb-utóbb megjelenik, a megértése, hogy akkor tényleg megértettem azokat a mélyben lévő különbségeket, ami hát ugye a jéghegy, tehát a víznek ott a legalján csücsülnek valahol, hogy én megértem azt, hogy mondjuk a hatalomhoz, a hierarchikus kapcsolatokhoz hogyan is viszonyulnak, a többiek, és akkor aztán jön egy ilyen elfogadás, tehát ugye nem annyira rövid folyamat, és nyilván ebben a nyelvben az egyben egy nagy szerepe van, hogy tudjon kommunikálni, akár a különbségekről is. Hát és én most ezzel le is zárnám ezt a kis előadást, amivel elkészültem. Sok ilyen témáról beszélünk nyilván valóban ezen a szakon, tehát a kulturalitás, interkulturális kapcsolatok, hogy hogyan, mit történik az emberekkel például, amikor egy másik kultúrába kerülnünk bele. Úgyhogy ez egy nagyon rövid kis ízelítő volt ebből, és most át is adnám a szót Ritának, aki majd a szakot fogja mutatni, vagy hát ezt a... Hát én Dárda Rita vagyok, most vagyok másodéves a társadalmi befogadás mesterszakon, és nekem az alapdiplomámat óvodapedagógián szereztem. Én szeretnék itt maradni, mert vannak jegyzeteim, amiket onnan nem látok, úgyhogy ha gondoljátok, üljetek közelebb, de nekem így is jó. És ez a szak, az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet valósítja meg, ami 2005. szeptemberében alakult, és ez az LTPPK-nak egy önálló szervezeti oktatási és kutatási egysége, mint Kriszta már említette, több kutatás is zajlik jelenleg is az intézetben. Célja az interkulturalitás pedagógiai, pszichológiai és nevelés-szociológiai szempontú kutatása és oktatása,
valamint célja a szemléletformálás és ismeretterjesztés. Egy nagyon sokszínű tanári karral rendelkezik ez a szak, akinek sok tagja az intézet megalakulása óta itt tanít, valamint sok óraadó is val is van szerencsének ismerkedni az itt eltöltött két év alatt. Az első fél évben volt alkalmunk átjárni az ELTE-nek a nagy kampuszára is Örkény és Sikendre tanár úr előadásait meghallgatni, akik Sikendrétől a globalizáció és migráció óránk az segített egy áttekintést adni arról, hogy a világban ezek a globalizációs és migrációs folyamatok hogyan hatnak a társadalmakra, és egy alapképpen megismerni azt, hogy azok a dolgok, amikről később pszichológiailag beszélünk, hogy jelennek meg társadalmi szinten. És az első fél évben még van óránk a multikulturalizmus kialakulásáról, és az elméletek megismeréséről, és azoknak a kritikáiról. Azt érdemes tudni, hogy az első fél év az egy nagyon interdisziplináris fél év, sőt az első évre is mondhatnám ezt, hiszen van társadalomtudományi, szociológiai óránk, akkor a multikulturalizmus elméleteiről is tanulunk, van alkalmunk pedagógiai vonatkozásban beszélni ezekről a témákról, és még az Örgő Szilvia, ő milyen kutató? Ő kulturális van. Igen, és most a Semmelweis Egyetemen kutat, és ő pedig a kultúra rejtelmeibe vezetett bele minket. Valamint külföldről is jönnek vendégelőadók, fog érkezni most is egy új előadó, aki két órát is fog tartani, amit szabadon választhatóan lehet fölvenni, tehát vannak szorosan a szakhoz kapcsolódó szabadon választható tantárgyak is. Ez a mesterszak 2013 óta angolul is elérhető, és ezért párhuzamosan két osztály végzi ezt a képzést. Van egy nemzetközi osztály, ahol a külföldi hallgatók tanulnak, és egy magyar osztály. Most már volt alkalom arra, hogy képzéseinken akár együtt vegyünk részt, és a következő fél évben mind a két órán közösen lesz velük, amit nagyon szerettünk volna, és megvalósult. De alapvetően külön zajlanak az órák, főleg nyelvi nehézségek miatt, hiszen erősen ajánlott az angol nyelvtudás ezen a szakon, de nem elvárás eddig legalábbis a felvételi folyamatban. Tehát nem lehetett volna elvárni azt, hogy az óráinkat angolul hallgassuk a nemzetközi hallgatók érdekében. A képzésnek a célja, hogy elméletileg felkészült gyakorlati szakembereket képezzen, akik hazai és nemzetközi élet különböző területein egyaránt képesek, az interkulturális kapcsolatok és kommunikáció sajátosságainak megértésére, a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának eredményes szervezésére, a folyamat közben szükségszerűen fellépő feszültségek, konfliktusok hatékony gyakorlati kezelésére, és a kulturális sokféleségből adódó előnyök kiaknázására. Ezt, mint hallhattuk már az előző bemutató előadásban is, jelentheti azt, hogy egy akkulturációt hogyan lehet elősegíteni, az esetleges mély görbének az idejét lerövidíteni, vagy könnyebbé tenni valaki számára. Ugyanakkor, ha valaki mondjuk hosszabb időre szeretne külföldre menni, akkor abban az esetben is a beilleszkedést, az integrációt elősegíteni. A leendő szakemberek feladatai, akik ezen a szakon végeznek, ezek is lehetnek az élő. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal sok félébb feladatai lehetnek egy embernek, aki elvégzi ezt a szakot, de alapvetően az integráció segítése akár hazai kisebbségi csoportoknak, akár ideérkező menekülteknek, vagy letelepedni szándékozó külföldieknek, magyarok nemzetközi képzési és munkapiaci mobilitásának segítése,
Ez lehet akár hallgatói mobilitás is, tehát nem csak a munkaerő mobilitása, és hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, hogy minél jobban boldoguljanak, és minél kevesebb hátrány érje őket az esetleges diszkrimináció miatt. Az ideális jelentkező érdeklődik a kultúra és a társadalmi élet összefüggései iránt, és szeretne nemzetközi és hazai élet széles spektrumában különböző kultúrák együttes munkájának szervezésével foglalkozni, és fontosnak tartja az interkulturális párbeszéd elindítását és fenntartását, valamint érdeklik az emberek, a kultúrák és az emberi kapcsolatok, pszichológiai folyamatok. Itt meg is jelenik, hogy fontos az angol nyelv megfelelő szintű ismeretem, mert ugyan az előadásaink, eddig összes előadásunk magyarul zajlott, ez a következő fél évtel fog megváltozni, de nagyon sok olyan kutatásból dolgozunk, és olyan kutatás érdemes elolvasni az órák mélyebb megértése érdekében, amik csak angolul elérhetők. Jelentkezési feltételek. Feltétel nélkül elfogadott alapszakok is vannak, mint a pszichológia, a pedagógia, a gyógypedagógia, a társadalmi tanulmányok és a szociológia, valamint vannak feltételekkel elfogadott alapszakok, amiket itt láttok felsorolva, és ezen kívül is elfogadható olyan főiskolai vagy egyetemi végzettség, aminél teljesül ez a 15 kredites követelmény, ami annyit tesz, hogy kredit megállapítást végeznek a tanulmányi osztályon, és összesen kell legalább 15 kredit tehát elvégeznie, pszichológia, pedagógia, kutatásmódszertan, szociológia, és még mindjárt megmondom, milyen kommunikáció elmélet, kulturális antropológia, vagy kultúra tudomány területén. Tehát míg az óvodapedagógia azt hiszem a feltételekkel elfogadott alapszakok között van, de ez teljesül, azt hiszem, ha valaki sikeresen végezott, tehát be kell nyújtani azt, hogy milyen tantárgyakat végeztél el, és milyen eredménnyel, és utána az ELTE-n belül nem kell ezekről a tantárgyakról külön leírást nyújtani, hogy mit tartalmaz ez a tantár, de ha nem az ELTE-ről jön valaki, akkor kérnek erről egy hivatalos dokumentumot az egyetem tanulmányi osztályán, ami alapján elvégzik ezt a kreditelismerést. Tovább tanulás és elhelyezkedés. A szakterületen lehet doktori fokozatot is elérni. Ez a kultúrközi és csoportközi folyamatok módulján végezhető, valamint el lehet helyezkedni a közigazgatásban, iskolákban, felsőoktatásban, kutatóhelyeken, civil szervezeteknél, a médiában és nemzetközi vállalatoknál is. Én óvodában szeretnék elhelyezkedni, és szerintem ott is el lehet majd helyezkedni vele, de ez egy példát nyújt arra, hogy merre lehet menni. Kriszta ígérte, hogy még egy kicsit, ha van ideje, beszél arról, hogy eddigi hallgatók merre járnak most. A képzés részét képezi két gyakorlati tantárnak, nem tudom. Az első az a harmadik fél évben egy iskolai gyakorlat, ez egy 30 órás gyakorlat, amihez egy 60 órás háttérmunka társul. Ez a háttérmunka, ez a tervezéssel, a mentorpedagógussal való konzultációval, oktatóval való konzultációval és a beadatók meghívásával telik. Ebben a 30 órában az iskolában lehet csoportfoglalkozásokat tartani, mediációt vezetni, kutató tevékenységet végezni, igazából bármit, amit az adott hallgató szeretne, kapcsolódik a multikulturalitáshoz, interkulturalitáshoz, kultúrákhoz, és
és úgy érzi, hogy kompetens abban, hogy meg tudja valósítani, hiszen ez a mesterképzés, ez nem képez pedagógus. Tehát akinek nincs pedagógiai alapképzettsége, attól nem várja el az iskola azt, hogy te egy pedagógiai órát megtarts, vagy ilyet. De az, hogy egy érzékenyítő tréning részeként foglalkozásokat, játékokat tarts a gyerekeknek, azt nagyon szívesen fogadják. Az, hogy egy ilyen a gyakorlati helyekre úgy lehet elkerülni, hogy van egy bőrze az adott fél évnek az elején, ahol nem mindegyik gyakorlati hely, akivel a szaknak van szerződése, de sok közülük eljön és bemutatkozik, és elmondja, hogy ők mit csinálnak, és mindenki igazából nagyon nagy szeretettel várja a gyakornokokat. Én egy nemzetközi óvodában voltam, a Bambi Marinában gyakorlaton, ahol egy 8 fős csoportban tartottam játékokat, foglalkozásokat, tevékenységeket, ahol 4 magyar gyermek és 4 külföldi, vagy hát máshol született gyermek nevelkedik együtt. És a 4. fél évben pedig van egy hosszabb gyakorlat, ez egy 60 órás gyakorlat, amit egy szervezetnél kell végezni. Ehhez is van a bőrze, ahol kapcsolatba lehet kerülni szervezetekkel, de arra is van lehetőség, hogyha valakinek van kapcsolata, vagy külön vágya arra, hogy valahol gyakorlatot szeretne végezni, akkor az a fél év előtti fél évben, mint hogy a gyakorlat elkezdődik, kell egy külön kérvényt benyújtani a szakhoz, és különböző papírmunkákat elrendezni, hogyha a szak elfogadja ezt a gyakorlati helyet. Erről személyes tapasztalatom nincs, mert még előtt állok, de arra is van lehetőség, hogy egy MICET pályázat keretén belül én Párizsban fogom végezni ezt a szakmai gyakorlatomat, amit hát külön meg kellett pályázni, és a szak pedig elfogadja, mint a szakmai gyakorlatot, és így a szakdolgozat beadása után, de a záróvizsga előtt fogom valósítani minden rendszerint. És azt szeretném még így hallgatóként elmondani, hogy nagyon sok tréningben lehet részünk, meg van is részünk ezen a szakon, amik segítenek a saját tudatosságunkat, saját érzékenységünket fejleszteni. És ez egy gyakorlatias képzés, nagyon sok kutatásról olvasunk, hallunk, azoknak az aktuális eredményeit ismerjük meg, és szemináriumunk kis létszámú órák vannak főként, amin sok beszélgetésre van lehetőség, ahol szerintem különösen érdekes lesz most majd a nemzetközi hallgatókkal együtt hallgatni néhány órát, mert hogy úgy még sok színű véleményt fogunk hallani, de a saját kis csoportunkban belül is érdekes vélemények és viták alakulhatnak ki, amire a tanáraink nyitottak, és sokszor beszélgetünk. Kapcsolatban vagyunk a nemzetközi hallgatókkal is, először hivatalos formán egy tréning kapcsán kerültünk egy elvégzendő feladat keretében kapcsolatban, amikor is 3 randira kellett tennünk egy véletlenszerűen kiválasztott nemzetközi hallgatóval, de utána ezek a randik sikeresek voltak, és a két csapat sokkal közelebb került egymáshoz, és közös programokat is szervezünk, mint például az IPIN hagyományos karácsonyi összefogás, karácsonyi jótékonykodás, amiben mi idén a Betesda Gyermekkórház Alapítványnak gyűjtöttünk karácsony előtt, és vászontáskákat festettünk a nemzetközi hallgatók, meg a magyar hallgatók szervezték, és sok-sok eltés diák jött el adakozni, és környezetet védeni, remélhetőleg, ha használják is ezeket a táskákat. Ha bármi extra információ kell, akkor a honlapon
szerintem nagyon jól megtalálható minden, de természetesen a telefonszámon, Facebook oldalon is lehet nyugodtan keresni minket, van-e valami kérdésed. Köszönjük szépen, hogyha nincs több kérdés, akkor lezárjuk most ezt a kis bemutatkozó alkalmat, de hogy egyébként bármikor jutottak vagyunk kérdésekre, e-mailen, mert hát itt is elérhető, vagyunk, van egy